4500 köpcentés versenyző után következzen egy 250 köpcentés zasztava Jugoszláviából, 1970-ből, Kosoncinás Legerből hoztam másfél éve, illetve másfél évig folyamatosan zasztavázik vele és készíti, hogy minél jobb legyen. Ma hogy ment a kicsike? Abszolút kiválóan. Ha nem végében, akkor az ott nem különzett. Ez a lényeg, akkor ment a dolog. Az útkeresés is sikerült? Nem volt olyan probléma. Feladatok megoldásáról? Érdekes, nekem is ott jöntem, mint csapatnak a kerékszerelés. Igen, ez a legközelebb van azért mégiscsak ehhez a kis szakmához. Kézen látszik az emberek szakmányát. Igen, viszont a többi akkor gyengébb volt? Az sem volt gyengébb. A gyertyöböntőket itt van, hogy nekem a szerencse fogtosítani. Az biztos. Hát itt is van egy kicsi szerencse fogtosítani, de azért figyelni kell. Egy az ügyességi. És Ferrari gurul elég a verseny egyik gépezete tehát, amely nem gyenge. Nincs restaurálva eredeti állapotban, Urbán Robert hoztál a 81-ben készül olasz gépet. Robert, milyen napot hozott ma a Ferrari? Egész jó volt. Meg tudtuk oldani a feladatokat is, és viszonylag időben az értünk. Voltam már előtt, voltam a később. Lehet, hogy általában jól jön. Jó volt akkor, amit már el is, ahogy gondoltam. Ő vezetett, én teljesen vakon mentem. Ő vezette, ő beállapott az ikinertőt. Hát akkor végül is nagy volt, nem lehetett. És most az ügyességén? Azt már én próbálom. Már gyorsabban kell döntéseket hozni. Úgyhogy a lóerők számát még hagyj kérdezzük meg. 252. 252, és jól emlékszem, hogy a 220 volt az eddig max, de van még tartalék. Még van benne egyébként. Itt van mondtam, hogy az utak nem tették lehet, hogy jók voltak a mérdeket. Itt sem próbálja meg, de azért, ugye. Nekünk tetszik. Szép lassan, hogy ígértük, fel is szárad a macskakő. Ennek szerintem nagyon fog örülni a következő volba, M21-es. És gazdája Dobos László, 2500 köpcent és soros négyhengeres gép. Három sebességes, ugye még a vált 1959-ben járunk. 4 éves restaurálás után készült el a gépezet. Teljes megelégedésére? És milyen volt a mai nap? Nem szoktok, hogy rossz irányba vagyunk, viszont. Így van, egy kicsit lehet, hogy tamponi kellett kétszer, de nem probléma. Milyen volt a csapat? Tökéletes. Jelen? Ennek ellenére? Hát azért akkor egy nyugodt vezető. Hát ők mentek a fröccsök, jó van. Melyik településen játszották a legjobban? Mark az igen, már súgják is, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy itt is lehet cirkálni vele egy kicsikét, ugye jó a rúgózás. Okay. Nem sokáig folytatjuk, tehát egy szovjet volga következik az 50-es évek végéről, és ne felejtsük, hogy 4 településen ment a mai rally, ugye Karácsonyban kezdték, Detken folytatták, Domoszló és a vége Markazon, végződött a mai rally verseny. És természetesen most az ügyességi versenyen együtt fogjuk majd pontozni a kategóriákban ezeket a versenyzőket. Ah.
elől.